Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és kapcsolódva a kiállításhoz, a Vizsai Bibliáról fogok elsősorban beszélni, és hát hozzáteszem ehhez még, hogy délelőtt, aki itt volt az Isten tiszteleten, az hallhatta államtitkár úrtól a Biblia kiállításnak a megnyitóját, amelyben részben lelőtte már azt, amit mondani készültem, de azért még maradt bőven mondani való nekem is. Tehát arról még egyszer nem fogok beszélni, amit már ő elmondott, tehát az előzményekről, hogy milyen magyar biblia fordítások voltak korábban, hanem térjünk rá rögtön a Vizsai Bibliára, arra, hogy az első teljes magyar nyomtatott biblia fordítás az Károlyi Gáspárnak és fordító társainak a munkája volt. Mit tudunk Károlyi Gáspárról? Nem tudom, mennyire látszik a kép, ez a szobor a Gönczi Református templomnak a kertjében van, 1890-ben állították, és Károlyi Gáspárt a biblia fordítót ábrázolja. Nincs róla hiteles ábrázolás, tehát rögtön úgy kezdődik a dolog, hogy nem tudjuk, hogy hogy nézett ki. Ami szobor van Károlyi Gáspárról, állítottak egyet újabban Nagykárolyban is, ugye a születési helyén. Ezek a szobrok mind képzeletbeliek. A Vizsai Biblia megjelenésének kerek évfordulóján 1890-ben az akkori elődeink így képzelték el a Biblia fordítót, és így álmodták szoborba. Ez a szobor is, ha megnézzük a feliratot, a Biblia fordító nevét LY-nal írja. Károlyi Gáspár, nem tudom mennyire látszik, lehet, hogy kevés, nem látszik. De akkor higgyék el nekem, hogy itt LY-nal van írva. Úgyhogy rögtön felmerül a kérdés, hogy akkor hogy is hívják ezt a Biblia fordítót, mert ugye ha megnézzük a régi kiadású Bibliáinkat, akkor azt látjuk, hogy Károlyinak van írva a Biblia fordítónak a neve, és egyik munkahelyem a Károlyi Gáspár Református Egyetem szintén így írja a nevét, és hát itt is LY-nal van, és egyébként Göncön az utca, amelyben a református templom és ez a szobor is áll, az is Károlyi Gáspár LY-nal. Tehát itt rögtön jön a kérdés, hogy honnan jön ez a név, és miért így írják, vagy miért úgy írják a nevet. És akkor el kell mondani, hogy azért Károlyi Gáspár a Biblia fordító, mert hogy Nagykárolyban született. Nagykárolyban született, és a nagykárolyi születésű embereket abban az időben Károlyinak nevezték. Ez vonatkozik egyébként a Károlyi grófi családra is, akik szintén Nagykárolyról kapták a nevüket. Tehát így mindenképpen a kiejtése a névnek, tehát akárhogyan írjuk, akár Károlyinak írjuk, akár Károlyinak írjuk, mindenképpen a névnek a kiejtése az Károlyi Gáspár, tehát ezt rögtön az elején le kell szögezni. Aztán a régi nevek helyesírása amúgy is problémás, egyébként hozzá kell tenni, mert nem volt egységes helyesírás, és valahogy valamilyen módon a Bibliák címlapjain így rögzült. Jóval később egyébként, mint a Vizsai Biblia, mert Károlyi Gáspár annak idején nem írta ki a nevét a Bibliának a címlapjára, tehát majd megmutatom a végén a Vizsai Biblia címlapját, illetve itt a kiállításon is lehet egy másolatot látni róla, és rögtön meg lehet majd nézni, vagy akár az előadás után is meg lehet nézni, hogy nincs rajta a neve a címlapon, tehát ő saját magát és a többi fordítót a háttérbe állította, és nem akarta, hogy a neve ott legyen a címlapon. Ez egy jóval későbbi fejlemény, tehát 100 évvel később az akkori biblia kiadásoknak a kiadói döntöttek úgy, hogy a nevét kiteszik a címlapra, és akkor kezdték el ezt a Károlyi formát használni, tehát ez egy jóval későbbi dolog. Nyilván nem lehet rajta változtatni, mert most már benne van a hagyományban, és a hagyomány ellen nem lehet hadakozni. Tehát ezért van az, hogy van egyfajta ingadozás, hogy Károlyi vagy Károlyi, de a név az mindenképpen Károlyi.
Ki volt ez az ember? Ki volt ez az ember? Azt tudjuk róla, hogy egy nagykárolyi mezővárosi polgári családból származott, és utána, mivel tehetséges volt, iskoláztatták, és az akkori időknek az egyik legjelesebb protestáns iskolájában tanult, a brassói erdélyi akkori protestáns gimnáziumban tanult, 1549-ben lépett ott a nagyobb diákok közé, és utána pedig 1556-ban a Wittenbergi Egyetemre is elment. Ugye ez a reformáció szülővárosa Wittenberg, akkor már Luther nem élt, de a reformátor társa Philipp Melanchthon az még élt, és nála, illetve tanártársainál tanult egészen hosszú ideig, tehát nagyjából 6 esztendeig, 5-6 esztendeig Wittenbergben tanult, és ott szedte össze mindazt a tudományt, ami majd a bibliafordításhoz kellett. Utána hazajött, és Göncön lett lelkész. 1563-tól lett a Gönci, hát akkor még nem mondjuk azt, hogy református, mert éppen a református egyház kialakulóban volt azon a vidéken, de a gönci protestáns egyháznak a lelkésze lett, és ez nagyon fontos vidék egyébként. Ugye Gönc Északkelet Magyarországon van, a mai tiszánindeni református egyházkerületben, és ez az északkelet magyarországi vidék volt a magyar reformációnak az egyik szülőföldje. Ugye több fontos központja volt a magyar reformációnak. Volt egy Debrecen és környéke, volt északkelet Magyarország pont Tokajhegyerre és környéke, és hozzáteszem, hogy a helyieket is megvigasztaljam, hogy Dél-Baranya is az egyik nagyon fontos központja volt, tehát éppen a most határon túli rész, tehát Hercegszőlős, Kopács, Béje és így tovább. Tehát ezek a részek is nagyon fontos központjai voltak egyébként a reformációnak. De most itt a Tokajhegy alján vagyunk elsősorban, tehát Göncön, és hát ennek a fontos helynek lett tehát a lelkésze, és Esperes is lett egyúttal. Észak-Kelet Magyarországon nem volt abban az időben egyházkerület, tehát kicsit furcsa volt mai szemmel az egyház szervezet, csak esperességek voltak, és az esperességnek a vezetői azok tulajdonképpen püspöki hatáskörrel kormányozták a saját esperességüket, tehát önálló esperességek voltak, és ő az abaúi esperességnek volt a vezetője. És nagyjából az 1570-es években kezdhetett hozzá egyébként a bibliafordításhoz. Ezt még megmutatom, mert ez a kézírás még később elő fog jönni. Ez az aláírása, tehát így írta alá a nevét, egyébként latinul írta mindig a nevét. Az van odaírva, hogy Caspar Carolius Pastor et Senior Ecclesiae Gönciensis, ami magyarul azt jelenti, hogy Károly Gáspár a Gönci Egyháznak a lelkésze és esperes. És hát látjuk, hogy a nevét C-vel írta és L-lel írta, de ez ugye ez a latinos formája a nevének. Tehát Károly Gáspár nagyjából az 1570-es években kezd hozzá a Biblia fordításnak. Miért kellett ez a Biblia fordítás? Azért kellett a Biblia fordítás, mert hogy nem volt teljes Biblia. Hogy milyen állapotok voltak akkor az egyházban, tehát mondjuk amikor a református egyház megalakult azon a vidéken és azon a környéken, azt jól mutatja, hogy az első tiszánindeni zsinat, aminek éppen egyébként most volt az évfordulója, 1566-os zsinat, ugye 450 évvel ezelőtt volt, éppen Göncön, ez hozott egyházi törvényeket. És hát bizonyos dolgokat fontosnak tartottak ebbe a törvénykönyvbe leírni, és fontosnak tartották például leírni azt, hogy minden lelkésznek legyen bibliája. Hát megdöbbentő, mert ugye ez természetesnek kell lenni, ezt nem kell törvénybe hozni, tehát ha bele kellett írni a törvénybe, az azt jelenti, hogy nem volt minden lelkésznek bibliája magyarán. Tehát egyszerűen az akkori nagyon nehéz helyzetben ezt külön meg kellett fogalmazni és le kellett írni.
És milyen Bibliáról van egyáltalán szó? Tehát nagyon jól tudjuk, hogy mivel nem volt teljes magyar Biblia, és nem volt a részfordításokban sem annyi példány, ami a lelkészeknek kellett volna, az volt a gyakorlat abban az időben, és még nagyon sokáig, hogy a lelkészek latin Bibliát használtak. Ugye a latin volt akkor az iskoláknak a nyelve, a tudománynak a nyelve, az iskolákban is latinul folyt az oktatás, az egyetemeken is latinul folyt az oktatás, tehát mindenki, aki valamennyit is iskolába járt, meg kellett tanulni olyan latinul, és ezért a lelkészek azt csinálták, hogy kivitték magukkal az úrasztalához, illetve a szószékre a latin Bibliát, és az igét, amit fel kellett olvasni, az kapásból fordították, latinból. Ugye hát ez volt a gyakorlat, ami egy ilyen szükséghelyzet diktálta dolog volt, és hát nyilvánvaló volt, hogy kell lenni magyar fordításnak, és ezért határozták el Károly Gáspár és még többen mások, hogy lefordítják a teljes magyar szentírást. Kik voltak ezek a társak? Na most, és honnan tudjuk egyáltalán, hogy többen vannak? Ugye? Mert Károlyi Gáspárnak a neve van mindig felírva a Bibliáknak a címlapjára, ugye a későbbi kiadásokban, ahogy mondtam is. Viszont az első kiadásnak az előszavában Károlyi Gáspár világosan leírja, hogy nem egyedül fordított, hanem voltak segítőtársai, és utólag ki tudjuk következtetni, hogy úgy dolgoztak, hogy egymás között szétosztották a Bibliáidnak a könyveit, és mindenki, aki megkapott egy részt, azt lefordította, és a végén az egészet egybe szerkesztették. Na most a többiek is ugyanolyan szerények voltak egyébként, mint Károlyi Gáspár, és ezért nem tudjuk a nevüket. Károlyi Gáspár is egyébként csak a nevét az előszónak a végére írja oda, mint az előszó szerzője. Tehát nem tudjuk, hogy ki volt még a többi fordító. Találgatni tudunk. Ugye a találgatásnak az egyik alapja az, amit itt mutatok, ez egy kézirat, egy nyomtatványnak a margójára írt kézirat, amit egy kollégám nemrég fedezett fel. A debreceni nagykönyvtárban van, és a kézzel írott rész, az a Vizsgai Bibliának a fordítása szövege gyakorlatilag. Tehát itt a Vizsgai Bibliának az egyik fordítója fordított a lapszélen. A nyomtatvány egyébként, amiben ez bele van írva, az egy bibliai kommentár, ami tartalmazza egyben a bibliai szöveget is. Tehát azt is tudjuk, hogy miből fordított. Tehát, hogy egy bibliai kommentárt használt, egy református teológusnak, egy svájci olasz származású teológusnak a bibliai kommentárját használta forrásként, és annak a szélére, a lapszélére írta fel a saját fordítását, amely nagyjából azonos a Vizsgai Biblia fordításával, nyilván még a szerkesztéskor belenyúltak a szövegbe. Na most egy probléma van ezzel, hogy nem tudjuk, hogy ki a kézírás. Tehát ha ezt tudnánk, akkor meg tudnánk, hogy ki volt Károlyi Gáspárnak az egyik fordítótársa, de sajnos nem tudjuk. Tehát, de erre még talán van esély, hogyha sok ilyen régi kézírást nézünk, akkor hát ha felismerjük, egyszer neki kéne ülni és végignézni egy csomó korabeli iratot. Erre egyébként úgy van esély, hogy abban az időben a Magyar Királyság területén, ugye mert a három része szakadt Magyarországon vagyunk, amikor ugye van a török hódoltság, Erdély és Magyar Királyság, és Gönc a Magyar Királysághoz tartozott, és az a környék is, és a Magyar Királyság területén az akkori lelkészek megkapták az egyházi adónak a tizednek a negyedét. Amikor ezt megkapták, akkor adtak egy nyugtát, és aláírták a saját nevükbe ezt a nyugtát, hogy átvettem ezt a bizonyos tizednek, az egyházi adónak a negyedét átvettem. Tehát egy csomó lelkésznek az országos levéltárban megvan a kézírása, csak egyszer neki kéne ülni és végignézni az összeset, csak nekem még erre nem volt időm soha, majd ha nyugdíjas leszek, és ami már nem sokára lesz. Tehát, hogy ezt a kézírást akkor talán azonosítani tudjuk. A másik dolog viszont a segítőtársak
lehetséges segítőtársakat úgy is meg lehet találni, hogy megnézzük, hogy azon a környéken kik voltak tanult, külföldi egyetemet járt lelkészek abban az időben, és akkor beleakadunk például Túri Mátyásnak a nevébe, aki Abaújszánton volt, nem messze Gönctől, református lelkész abban az időben, és nem csak Wittenbergben, hanem Heidelbergben is járt egyetemre, illetve Genfbe is járt. Tehát Calvin utódjánál, Bézánál is tanult például a Genfi Egyetemen, levelezett is vele, tehát ő egy nagyon érdekes személyiség ebből a szempontból, annál is inkább, mert adatunk van arról, hogy tárgyalni is ment nyomda ügyben egy felvidéki városba, Bártfára, ugye erre majd még visszatérek a Vizsolyi nyomdának a kérdésére. Tehát van már egy gyanúsítottunk, akit úgy hívnak, hogy Túri Mátyás, nem az ő kézírása egyébként, hozzáteszem, tehát hogy azt már többen ellenőriztük, hogy ez nem a Túri Mátyás kézírása, tehát már két emberünk van, egy névtelen, aki ezt a bizonyos bibliafordítást saját kezűleg rá beírta egy könyvbe, illetve van Túri Mátyás, de több más hasonló lelkész is lehet, de itt már tényleg csak a találgatások maradnak. Tehát összeáll egy bibliafordító társaság 1570-es években, és elkezdik fordítani a Bibliát, és mindenki lefordítja a saját részét ebben a Bibliában. Kellett hozzá anyagi támogatás is. Tehát amikor már elkészült a Bibliának a kézirata, nagyjából összeállt, ez körülbelül 1586 volt, amikor már úgy állt az egész Biblia fordítás, hogy együtt volt a szöveg, az alapszöveg. Kellett hozzá anyagi támogató, aki a kinyomtatást fizeti, hisz a nyomtatás akkor is pénzbe került, kellett hozzá egy nyomda, papír, festék, nyomdafelszerelést kellett vásárolni, nyomdát fejleszteni, és ugye ez a pártfogó, vagy aki az egészet pénzzel támogatja, ez egy földbirtokos lehetett, egy református földbirtokos. Eleinte egyébként, amíg a fordítás zajlott, addig a Mágocsi család támogatta ezt az egész vállalkozást. Ők azonban 1586-87-ben meghaltak, ugye itt egy nagybácsi és egy unokaöcs volt a Mágocsi családban, akik szintén nagyon gazdagok voltak, és hát a bibliafordítást anyagilag is támogatták, és akkor lépett be a képbe ő, aki itt a képen látható, Rákóczi Zsigmond, aki az örököse volt valójában a Mágocsiaknak, és úgy látszik a Biblia fordításnak a támogatását is átvállalta. Ő volt a Rákóczi családnak egyébként az első igazán gazdag tagja. Addig a Rákócziak egy ilyen közepes nemesi család volt, akik se nem túl gazdagok, se nem túl szegények nem voltak. Rákóczi Zsigmond volt az első, aki magasabbra emelkedett és bekerült a főnemesek közé. És hát a frissen megszerzett hatalmát és pénzét többek között az egyház támogatására is használta. Ugye azt jegyezték fel róla, hogy nagyon kegyes volt egyébként, akárcsak a majd a fia első Rákóczi György is szintén nagyon kegyes volt, és a Bibliát többször végigolvasta, ugyanez vonatkozik Rákóczi Zsigmondra is. És ő volt aki az egész vállalkozást pénzzel támogatta és háttérből segítette, és a kinyomtatást lehetővé tette. Kellett hozzá egy nyomda, és akkor most visszatérek erre a Túri Györgyféle dologra, hogy ez a bizonyos Túri György, aki tehát a lehetséges egyik fordító volt, ez elment egy felvidéki nyomdába tárgyalni arról, hogy esetleg ott nyomtassák ki az első teljes magyar Bibliát, azonban azok a tárgyalások nem sikerültek. És ekkor lépett Rákóczi Zsigmond, ugyanis odahozatott a környékre egy nyomdát, egy olyan nyomdát, amely korábban egy magyar írójé, Bornemisza Péteré volt,
Ő egyébként evangélikus lelkész volt, és a Felvidéknek a nyugati részén, Pozsony környékén működött, és volt egy nyomdája, amit a halála után egy bizonyos Mancskovit Bálint nevű nyomdász vezetett tovább. Ez a nyomda, ez Galgócon működött abban az időben. Galgóc az ma Szlovákiában is Hlohovecnek hívják egyébként, de több száz kilométerre van egyébként Gönctől és a Biblia fordításnak a helyszínétől. És akkor Rákóczi Zsigmond egyrészt segítette ezt a nyomdást és ezt a nyomdát abban, hogy a felszerelést felfejlesszék, ugyanis a Biblia, egy ilyen nagyméretű Biblia, amit itt elől a tárlóban is látható, kinyomtatása abban az időben egy elég nagy műszaki feladat is volt, és új betűket kellett vásárolni, papírt kellett vásárolni, egyáltalán fejleszteni kellett a nyomdát. Tehát a Rákóczi egyrészt ebben segített, másrészt pedig átköltöztette az egész nyomdát. Ami egy elég nagy vállalkozás volt, mert a nyomda 4 sajtóval rendelkezett. Ugye a sajtók azok a készülékek, amivel rányomtatják a festékezett betűket a papírra, és hát egy igazi üzem volt már, tehát ne úgy képzeljük, hogy egy nyomdász dolgozik benne, hanem egy nagy üzem igazából több szedővel, legalább 4 szedő, akik a szedők azok, akik a betűket sorba rakják, ugye akkor még ólom betűkkel dolgoztak, és az ólom betűket kellett sorba rakni, és egy oldalt kirakni belőle, és azt festékezték be, és azt nyomták rá a papírra. Tehát a szedőnek a dolga volt a szövegnek a létrehozása a ólombetűk formájában és az sorbarakása az ólombetűknek. Tehát ebből legalább 4 szedő volt, a nyomdász és több segéd még a nyomdász mellett, akik a nyomdász kezé alá dolgoztak, hisz 4 sajtó volt, és a 4 sajtót kezelni kellett valamilyen személyzetnek, és mindehhez még családtagokat is hozzá kell számolni, mert ugye nyilvánvalóan ezek az emberek, ezek nem egyedülállóak voltak, hanem bocsánat, csak itt valami szúnyog itt az orrom alá mászott. Tehát, hogy ezek az emberek családosak voltak, tehát egy jó nagy személyzetet, sok-sok embert és rengeteg nyomdai felszerelés kellett az akkori körülmények között. 400 kilométerrel, vagy nem is 400, inkább 600 kilométerrel arrébb költöztetni. És ez meg is történt 1588 őszén, már a nyomda biztosan Vizsolyba volt. Ugye Vizsoly egy másik hely, ott Gönc közelében, két falu van Gönc és Vizsoly között egyébként, tehát nagyon közel vannak, ez 10-valahány kilométer, 16 kilométer körülbelül a távolság. És azért nem Gönc, mert Vizsoly volt Rákóczi Zsigmondnak a birtokában akkor. Tehát ez az ő faluja volt, vagy az ő mezővárosa volt, és ott biztonságban volt a nyomda, mert az ő felügyelete, vagyis az ő védelme alatt volt. Ugye ezekben a nehéz időkben sokféle veszély fenyegette a nyomdát, és az be is következett egyébként, hogy feljelentették, természetesen Magyarországon vagyunk. A vizsgai nyomdát rögtön feljelentették, amint megérkezett, és ugye azzal vádolták meg, ami valószínűleg igaz is volt, hogy hát régi naptárt nyomtat. Ugyanis az volt abban az időben a helyzet, hogy a római pápa megváltoztatta a naptárt, ugye mi is az új naptárt használjuk egyébként, már az akkor megváltoztatott naptárt, és ugye 10 nappal arrébb tolták az egész naptárt 1580-as években, de a protestánsok ezt sokáig nem akarták elfogadni, mert hogy a római pápa kezdeményezte. És egy ilyen pápista dolgot mi nem fogadunk el, tehát ezen az alapon a protestánsok még sokáig a régi naptárt használták. És ugye a vizsgai nyomda, amikor megérkezett, nyilván pénzszerzés céljából kinyomtatott egy kalendáriumot, amit jól el lehetett adni, és hát ezért rögtön fel is jelentik, és akkor Rákóczi Zsigmond az, aki megvédi a nyomdát, mert ugye rögtön jön egy királyi parancs, hogy az egész nyomdát el kell kobozni és be kell zárni, amit gyakorlatilag a Rákóczi Zsigmond megtagad, tehát azt mondja, hogy nem.
és nem tudnak igazából vele mit kezdeni, tehát az ő szerepe mindenképpen óriási nagy ebben az egészben, és az ő pénze és az ő vállalkozása, plusz az ő épülete, mert hogy egy ez a vizsói református templom, érdemes, aki még nem volt Vizsolyba, elmenni, mert egy nagyon szép középkori templom egyébként, amely freskókat is tartalmaz, és egy modern látogatóközpont is épült azóta mellette, tehát mindenkinek ajánlom. És ez a kép pedig azt az emléktáblát mutatja, ami a házon olvasható. Hát nem tudom mennyire látszik. Nem látszik, akkor felolvasom. Hogy itt állt az a ház, amelyben Rákóczi Zsigmond anyagi támogatásával Mancskovit Bálint 1589. február 18 és 1590. július 20 között kinyomtatta a Károly Gáspár teljes magyar bibliáját, állította a Vizsói Alapítvány 1993. júliusában. Tehát ez olvasható a táblán, és fölötte pedig egy régi nyomdát ábrázoló képnek a fénybe áttett változata látható. Ez a ház egyébként az előbb mutatott templommal, tehát ezzel a templommal szembe az utca másik oldalán áll, és hozzá kell tenni, hogy az a ház, amiben a nyomda volt, az már nincs meg. Tehát az egy középkori ház lehetett, ami azóta elpusztult, és a helyén 18. században építettek egy másik házat, és ennek az újabb háznak a falán van ez a tábla. Tehát nincs meg már az az épület, amiben a nyomda volt. Ezt onnan tudjuk, hogy van egy összeírása. Egyébként a 1700-as évekből van egy összeírása, amiben azt a telket könnyomtató pusztának hívják. Tehát, hogy a falunak az emlékezetében is élt ez a nyomda, és ugye a háznak a helyét, ami akkor éppen pusztán volt, azt könnyomtató pusztának nevezték el. Tehát ez a ház, ez a Rákóczi Zsigmondnak a tulajdonában volt, és ő átengedte a nyomdának, és a vizsói nyomda itt kezd neki, ugye a dátum is rajta van a táblán, hogy 1589. február 18-án kezdenek el a végleges változatnak a nyomtatásához. Azért mondom, hogy végleges változat, mert kísérleteztek. Tehát fennmaradt egy olyan vizsói biblia, töredékesen fennmaradt egy olyan párlapos kísérlet, amikor megpróbálták még nagyobba kinyomtatni, mint amilyen a végleges változat lett, de azt elvetették, mert túl nagy lett volna, kezelhetetlen lett volna, túl sok papírt vitt volna el, és akkor a végleges változat az, amit 89. február 18-án kezdenek el nyomtatni. Azért tudjuk ennyire pontosan, mert hogy a nyomdász bele is írta magába a Bibliába, hogy ekkor kezdte el, és ekkor fejezte be. Látszik a dátumokból, hogy másfél esztendeig nyomtatták, tehát a nyomdai munkák azok másfél esztendeig tartottak. És hozzá kell tenni, hogy ráadásul közben még tartotta az egész kéziratnak a szerkesztése is, mert mondtam, hogy az egyes bibliafordítók leírták a maguk bibliafordítását, és akkor aztán azt egységes kötetté kellett összeszerkeszteni, és ez Károly Gáspárnak a munkája volt. És le kellett írni az egész szöveget olvasható kézírással, tehát hogy a nyomdász meg a szedők ki tudják olvasni a szöveget, ahhoz hanem sok-sok szépírású íródeákkal az egész Bibliának a szövegét le kellett szépírással írni. Ugye ez manapság már egy könyvnek a megírása sokkal könnyebb, mert leírjuk számítógépbe, és digitálisan odaadjuk a nyomdának, de ugye ezekben a régi időkben szép kéziratot kellett gyártani, és abból a kéziratból dolgozhatott a nyomdász. Ez az úgynevezett nyomdai kézirat. És akkor ezt végigjavította Károly Gáspár, és bizonyos dolgokat még ő maga is hozzátett, például minden bibliai fejezetnek az elejére egy tartalmi összefoglalót írt egyébként hozzá.
Ezeket egyébként onnan tudjuk, hogy ennek a nyomdai kéziratnak megmaradt két lapja. Ez az Országos Széchenyi Könyvtárban található, és annyiban kötődik egy kicsit hozzám, mert ez már két világháború között ott volt egyébként a Széchenyi Könyvtárban, ez a két lap, csak nem ismerték fel, hogy micsoda. És nekem lett gyanús a dolog, annak idején 1982-ben, még fiatal koromban, és ellenőriztem, hogy milyen bibliafordítás az, ami ezen a kéziraton olvasható, és akkor jöttem rá, hogy hoppá, ez a Vizsai Bibliának a kézirata, ami ráadásul tartalmazza a Károly Gáspárnak a javításait, meg a kézírását is. Hogyha megnézik ezt, itt talán látszik, hogy itt, ahol egy luk van a kéziratnak a közepén, ott oda van írva, hogy 16. rész. Ez Jeremiás könyvéből van egyébként, és ahol oda van írva, hogy 16. rész, alatta más kézírásával van odaírva egy tartalmi összefoglaló, és az a kézírás egyébként Károly Gáspárnak a kézírása. Tehát meg lehetett ismerni és azonosítani lehetett, tehát tudjuk, hogy Károly Gáspár volt az, aki végigment az egész szövegen, és beírta a tartalmi összefoglalókat, illetve van, ahol át van húzva a szöveg, be van szúrva, itt lapszéli jegyzetek is vannak, mert ugye a Vizsai Bibliában lapszéli jegyzetek is vannak egyébként, és látszik, hogy itt ellépek egy pillanatra, vagy éppen megmutatom itt egérrel, hogy itt, ahol itt körözök az egérrel, itt van egy más kézírással írott rész, amik megint csak Károly Gáspárnak a kézírása, tehát az utolsó lapszéli jegyzet, az megint csak Károly Gáspárnak az utólagos beszúrása. Tehát látszik, hogy dolgozott a kéziraton, és javította, kiegészítette. Mutatok még ebből lapokat. Ez a hátlapja ugyanannak. Ugye itt látszik is, hogy Jeremiás van felírva a lap tetejére, tehát egy Jeremiás könyvéből való, illetve hát nem nagyon látszik sajnos a szélén ezen a fotón, bár a fotó elég jó egyébként, de fekete-fehér, és ott piros tintával még a nyomdász is mindenfélét, meg a szedő is mindenféléket ráférkált a lapra. Tehát nem csak Károly Gáspár kézírása van, hanem még a nyomdász is ezzel dolgozott, és mindenféléket ráért, illetve az egyik lapot véletlenül rátettek egy kiszedett oldalra, már befestékezett oldalra, és a Vizsai nyomdának a betűtípusait is fel lehet rajta ismerni. Tehát egészen egyértelmű, hogy a Vizsai Bibliának a kézirata, és itt van a másik lapnak az egyik oldala, ez középen nem lyukas, csak a jobb szélén látják, hogy itt el van szakadva a lap, tehát egy csomó szöveg hiányzik, és ott a bal szélén van ilyen két F betűszerű hosszú jelzés, az is a nyomdásznak a megjegyzése. Tehát van két lapunk ebből a nyomdai kéziratból, itt az utolsó lapján megint csak a 37. rész olvasható, és ott megint Károly Gáspár kézírása van alatta, és itt a jobb oldalt alult lent van egy 9/0/83, az megint a nyomdász meg a szedőnek a különböző megjegyzései. Ezt megvizsgálta egyébként egy nyomdászattörténész, és egész sok információt ki lehetett ebből a két lapból szedni, hogy hogyan zajlott a nyomtatás, hogyan zajlott a szedés, hogy nézett ki a nyomda. Tehát ez egészen hasznos és jó dolog volt, hogy a Vizsai Bibliának a nyomdai kéziratából így előkerült két lap. És hát ez a munka, ez hát meglehetősen intenzív és erős volt, és szükség volt arra, hogy az információ áramoljon a nyomdász és a Biblia fordító társaság között, tehát Gönc és Vizsai között, de ugye telefon nem volt abban az időben, és semmi más lehetőség nem volt, hanem a Gönci iskolának a diákjait küldözgették oda-vissza, ugye a két falu között, vagy a két mezőváros között. Abban az időben ezt a tizenvalahány kilométert ők egy pillanat alatt megtették,
És hát ezt onnan tudjuk, hogy a gönci diákok között ott volt Szenci Molnár Albert, aki ugye a Magyar Zsoltár könyvnek a fordítója, de ekkor még, ez délelőtt is elhangzott, hogy ekkor még csak 16 éves volt, amikor Göncön ott volt. És később, amikor újra kiadta a Bibliát 1608-ban, akkor megírta az emlékeit Károlyi Gáspárról és a Bibliafordításról, és meg többek között azt is megírta, hogy amikor ő diák volt, akkor a Károlyi Gáspár által írott levelecskékkel ő is többek között átszaladgált Göncről Vizsolyba, és nyilván a nyomdász is hasonló leveleket küldött neki vissza, tehát a bibliafordítónak Vizsolyból Göncre, tehát a kommunikációt a gönci iskolának a diákjai biztosították. És hát ennek az emlékére van egy emléktábla, ez az emléktábla van a fotón, ez a gönci református templomnak a falán van. Hozzáteszem, hogy a gönci református templom az nem Károlyi Gáspárnak a temploma, mert az a katolikus, a mai katolikus templom, hogy ezt a templomot elvették a 17. században, és hát a új református templom, ami 18. században épült, annak a falán van ez az emléktábla Szent Simonnál Albertről, és erről a bizonyos futárszolgálatról. 1974-ben állították egyébként ezt a táblát. És hát itt a címlapja is látszik, hogy meg is lehet nézni, hogy nincs rajta Károlyi Gáspárnak a neve, csak az van rajta, hogy Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentumának proféták és apostolok által megiratott szent könyvei, magyar nyelvre fordítatott, az, hogy ki által, az nincs ott, egészlen és újonnan. Az Istennek Magyarországban való anyaszentegyházának épülésére. Tehát nincs rajta a fordító vagy a fordítóknak a neve, és utána még a Vizsolyban nyomtatott Mancskovit Bálint által 1590 Boldog Asszony havának, jól látom, 10. napján. Tehát így néz ki a címlapja a Vizsolyi Bibliának, és egy magyar címer két oldalt, ugye két ilyen oroszlán tartja a magyar címert. És az délelőtt is hallottuk, hogy ez egy nagy alakú Biblia, amelyet elsősorban templomi használatra szántak, tehát úgy, ahogy itt állok az úrasztala előtt, tehát ki lehetett tenni az asztalra, vagy éppen a szószéken is ki lehetett tenni, de zsebrevágni már nem lehetett, mert ez egy kinyomtatva az akkori papíron, ez egy ilyen vastag körülbelül, hogyha egybe kötik. Három címlap van egyébként a Vizsolyi Bibliában. Tehát van egy, az Ószövetség közepén is van egy külön címlap, illetve az Új Szövetségnek is külön címlapja van. Tehát, hogyha valaki akarta volna, akkor háromba is lehetett volna köttetni, mert akkoriban úgy árulták a könyveket, hogy kötetlenül, és a vásárló eldöntötte, hogy hogyan kötteti. És a Vizsolyi Bibliánál érdekes módon hiába van benne három címlap, amennyi példányt én ismerek belőle, vagy kettőbe van kötve, vagy egybe. Tehát általában azt csinálták, hogy egy az Ószövetség, külön kötve, és külön az Új Szövetség, vagy pedig az egészet egybe kötötték, de akkor egy elteltesen vastag könyv lett belőle. Tehát ez egy nagy alakú valami volt, és meglehetősen drága is volt, hozzá kell tenni, és hát mindenféle plusz szövegeket, tehát láttuk, hogy lapszéli jegyzeteket is tartalmazó nagy nyomtatvány volt minden fejezet előtt ezekkel a bizonyos tartalmi összefoglalókkal. Itt az az érdekes, hogy a Károlyi Gáspárt, a Biblia fordított valószínűleg utolérte a nyomda, mert hogy az Új Szövetségnek a befejező részét már nem csinálta meg, tehát nem írt már tartalmi összefoglalókat, mert nem volt egyszerűen ideje rá nyilvánvalóan, vagy már beteg volt, mert hát ebben az időben már meglehetősen idős volt. Az átlag életkor, hozzáteszem, sokkal alacsonyabb volt, mint manapság.
És a, tehát ez a Biblia elsősorban a lelkészek és a templomok számára készült, de nagyon sok magánember is megvásárolta, tehát a megmaradt Bibliáknak a tulajdonosait látjuk, mert a tulajdonosok mindig beírták a nevüket ezekbe a Bibliákba, és ezekből a birtokos bejegyzésekből, ezekből látjuk, hogy nemesi családok is megvették, akiknek volt pénze egy ilyen drága könyvet megvenni. Sokszor ők is megvették ezt a Bibliát, és beköttették szépen bőrkötésbe. Nem tudjuk, hogy hány példányban jelent meg. Tehát nem egészen, tudjuk, úgy satszolják, vagy úgy számítják, hogy 800 példány jelenhetett meg belőle, és nagyon érdekes, hogy nagyon sok megvan még mindig belőle. Ugye ez az egyik töredékesen megmaradt példány, ami itt van elől a tárlóban, de 50 és 60 között van a számuk, azért nem tudjuk pontosan, hogy hány vizsgai Biblia maradt meg, mert hogy magánkézen is vannak belőle. Éppen meséltem délelőtt valakinek, hogy 2000 táján egyik angol ilyen árverési cégnél, a Sotheby's-nél előkerült egy vizsgai Biblia, és nagyon nagy pénzért, nem tudom mennyi fontért, de nagyon sokért, éppen eladó volt egy teljes, jó állapotú vizsgai Biblia, tehát időnként magánkézből is előbukkannak ismeretlen példányok, azért mondom, hogy valahogy 50 és 60 között lehet a megmaradt példányoknak a száma, ami nagyon nagy szám, mert a arról, mert hogy a régi nyomtatványokból egyébként nagyon sok esetben nem is marad meg egy példány sem, tehát van, amikor tudjuk, hogy volt egy ilyen nyomtatvány, de nincs belőle egy példány se, és van, amikor egy példány van összesen egy-egy régi magyar nyomtatványból. A Bibliákra jobban vigyáztak, meg a Bibliák nagyobbak voltak, vastagabbak voltak, nehezebben pusztultak el, és ezekből több maradt, meg valószínűleg a példányszám is nagyobb volt. És a vizsgai Biblia ezért maradhatott meg. És tehát, ahogy hallottuk is, 1590 júliusára lett kész, és hát a Károlyi Gáspár, amíg ezt a munkát csinálta, addig még bírta egészséggel, nem sokkal utána viszont, tehát egy évvel utána, 1591 nyarán már olyan állapotba került, hogy le kellett mondani a lelkészi, meg esperesi tisztségéről, és utána az év végén, tehát valamikor 1591 végén meg is halt. Tehát éppen, hogy ezt a nagy munkát be tudta fejezni és le tudta vezényelni, amikor végül meghalt. A hagyatékában is maradtak egyébként vizsgai Bibliák. Tehát a hagyatékán egyik leszármazottjának, lányának a hagyatéki jegyzéke megvan, és vannak, maradtak benne vizsgai Bibliák. Viszont néhány év alatt ez a körülbelül 800 példány, ez teljesen el is fogyott. És hát rövidesen gondolkozni kellett azon, hogy új Bibliát megjelentetni, de hát nem volt ez olyan egyszerű dolog. A magyar körülmények között ráadásul háborús viszonyok is jöttek utána, mert 1593-ban, tehát három évvel a vizsgai Biblia megjelenése után kitört a úgynevezett 15 éves háború, ami ugye a Habsburgok és erdélyek és a törökök között zajlik 15 éven keresztül, tehát ilyen körülmények között Bibliát kiadni nagyon nem volt lehetséges. Ugye a második kiadása ennek a Bibliának már külföldön jelenik meg, és a harmadik is, ezt Szent Simonár Albert fogja majd Németországba kiadni, 1608-ban Hanauba, 1612-ben Oppenheimba, ebben a két német kisvárosban, és annyit változtat, hogy igyekszik a helyesírási hibákat kijavítani, amik az első kiadásban még azért vannak, illetve fordításon is igyekszik javítani. Ugye ezt minden újabb és újabb kiadó ezt csinálta, ettől kezdve, hogy próbálta az előző kiadásokat javítani, illetve elkezdte csökkenteni a méretét.
a Bibliának, tehát a Hanaui Biblia már egyel kisebb, mint a Vizsai, és az Oppenheimi Biblia még egyel kisebb, mint a Vizsai. És egy másik dolog, ami szintén elhangzott délelőtt, hogy Szent-Simonnár Albert az általa fordított 150 genfi zsoltárt is mindig odarakta a Biblia fordítások végére, és ettől kezdve ez szokássá vált a régi Biblia kiadásoknál, hogy a Biblia után ott van a 150 genfi zsoltár is. És azt lehet mondani, hogy ezzel elkezdődik egy sorozat, a újabb és újabb Biblia kiadások követik ettől kezdve egymást, és az újabb és újabb Biblia kiadók mind nekiállnak javítani a szövegen, és ez a folyamatosan javított szöveg lesz az, amit mi Károlyi Bibliaként ismerünk, utolsó nagy javítása, amit még tényleg Károlyi Bibliának lehet nevezni, 1908-ban jelenik meg. És hogyha ezeket a kiadásokat egymás mellé tesszük és egymás mellé rakjuk, akkor azt lehet mondani, hogy ez a legtöbbször és legnagyobb példányszámba megjelent magyar könyv egyébként a Károlyi féle Biblia és annak a mindenféle újabb és javított kiadásai, beleértve az 1908-ast is. És ennek az közismerten óriási nagy hatása van, tehát ezt nem is fogom sokáig mondani, de látom közben az időt, és lassan befejezem, hogy ez a dolognak a lényege, mivel több száz éven keresztül ezt a szöveget olvassa mindenki. Több száz éven keresztül ez a szöveg hangzik el a református és evangélikus és egyáltalán a protestáns templomoknak a szószékéről. Ennek a szövegnek óriási hatása van a magyar kultúrára és a magyar nyelvre. A népnyelvre is, meg az irodalomra is egyébként, mert az íróknak is általában Vizsai Bibliája vagy Károlyi Bibliája van, mivel hogy a katolikus bibliafordítás nagyon kevés alkalommal jelent meg, amit a legtöbbször kiadtak, az a Károlyi féle Biblia volt, és ezért ez az a Biblia, ami beépül a magyar irodalomba, beépül az egyháznak a nyelvébe. Egyébként Szent-Simonnár Albert is a Vizsai Biblia nyelvére és annak a szókincsére fordítja le a 150 zsoltárt, amit mind a mai napig éneklünk a templomba. Tehát, hogy kialakul egy olyan nyelvezet, ami mára teljesen beépült a magyar kultúrába, és főleg a református egyháznak a nyelvébe beépült. Már sokszor észre se vesszük, hogy a Károlyi Bibliának a szavait, kifejezéseit, nyelvi fordulatait használjuk. Tehát óriási nagy jelentősége van a magyar nyelv megmaradása szempontjából is, és egyáltalán a magyar irodalomnak és a magyar kultúrának a szempontjából is, és ez hát most már több mint 425 esztendeje megjelent Vizsai Bibliának, ez adja tulajdonképpen a jelentőségét, hogy létrehozott egy szöveget, létrehozott egy magyar Biblia szöveget, amely alapjává vált az összes további protestáns Biblia kiadásnak. És köszönöm szépen a figyelmet!